és úgy láttam, hogy elég jó ismeretségben vannak vele. Én átadnám a szót akkor is, köszönöm szépen, hogy elfáradt ilyen messziről. Köszönöm benneteket, és azt hiszem maradhatunk ennél a legevődős megszólításnál, mert ugye régóta ismerjük egymást, a többséggel legalábbis régóta találkoztunk, és ha valaki a tavaszi előadásokat hallotta, amiket előadtam, én elmondtam, hogy az idén nagy katasztrófa lesz. Ugye sokan ezt nem hitték el, de sajnos ez úgy tűnik, hogy beigazolódott, és nagyon szomorú vagyok, hogy igazam lett, és azért vagyok szomorú, mert mindenütt a vészharangot én meghúztam, de senki nem vette komolyan. Az eddigi összesítés alapján, amit egy gyors fölméréssel végeztünk, a milliárdos kárt elhaladta a méhekben bekövetkezett pusztulás. De ez a milliárdos kár becsléseink szerint még csak a bevezető, mert összesen be a tavaszig 3,5 milliárd forint értékű mécsalád fog elpusztulni. Ezt azért mondom már így, mert sajnos az események után vagyunk. Tehát azt lehet mondani, hogy az események megelőzhetőek lettek volna, azonban a mély társadalom ezt valahogy elmulasztotta, és meg fog ismétlődni ez a 86-os, 87-es katasztrofális állapot. Nem 30%-ot jósolok, csak 18-20%-ot, és ezért mondom a 3,5 milliárd forint értékű kárt, és nem többet számolok mély családonként, csak 15 ezer forintot. Ami pénzért azért nehéz mélyecskét vásárolni. És elemezzük, hogy mi történt ebben az idei évben, és elemezzük azt, hogy miért következett ez be. Ennek az előjelei már láthatóak voltak, és ha valaki emlékszik, akkor azt lehet mondani, hogy 90-ben megindult Magyarországon egy program, ami fölmérte a vírusfertőzések helyzetét, és megállapítottuk, hogy a 44 méhészetből aránylag sok, 13 fertőzött, tehát gyakorlatilag egy harmada hordozza különféle vírusokat. Akkoriban a lehetőségeink elég szűkösek voltak, ez azt jelentette, hogy csak úgy tudtuk ezt vizsgálni, hogy megszedtük a mintát gyakorlatilag ősszel, a mintákat le kellett fagyasztani, és tavasszal, hogy a fiasítás megindult, akkor a rusvai doktorék a fiasítás, ahogy beindult, befertőzték ezeket a fiasításokat, és abból közvetlenül mutatták ki a vírust. Hát ma ott tartunk, hogy 2-3 óraosztás eljárással ezt meg lehet mondani, hogy ott van vagy nincs ott, és ez működik is. Tehát mióta ez a PCR technika bejött, azóta rengeteget lépett előre a víruskutatás, illetve a vírusizolálás szerű valami, mert ez nem vírusizolálás, csak a gén szakaszt, hogy azonos a vizsgált vírussal, azt tudjuk meg, hogy igen, ebben heveny paralízis vírus, vagy pedig deformált szárnyvírus van. És akkor elemezzük, hogy mi történt ebben az évben. És majd rá fogok térni arra a technológiára a későbbiek során, amivel ezt meg lehet előzni. Tehát ha elemezzük egy kicsit, akkor azt lehet mondani, hogy menjünk vissza 2006-ra, 2006 őszére. És akkor azt látjuk, hogy 2006 őszén még novemberben is volt fiasítás. Nem is kicsi, kiterjedt, tehát tenyérnyinél nagyobb fiasítás területek voltak. És hát néhány család leállt, a többség azonban nem. Emiatt az atka szaporodás ugye nem szűnt meg, hanem folyamatosan ment. A másik, ami nagyon fontos, hogy december olyan jó meleg volt, hogy már beindult a fiasítás december vége fel, és decembertől kezdve végig fiasítottak a méhek. Ez azt jelenti, hogy a atka pusztulás normális körülmények között télen 85-90% szokott lenni. Ez elmaradt, hiszen az atka megtalálta a számára legkedvezőbb feltételeket, a fiasítás környezetét, és ott szaporodott. Emiatt, és ennek örülök, hogy ezt bevezettük, ezt az atka figyelési rendszert, Bács-Kiskun megyében néhány barátommal közösen rendszeresen szedjük az atka természetes körülmények között lehullott atkákat, és azt lehetett mondani, hogy azok a méhészetek, akik csak az őszi védekezést végezték el mondjuk október-november körül, azoknál az atka szám a 600 körülire emelkedett a tavaszig.
És a lényeg az, hogy aki ezt tudta, védekezett ellene. Tavaszi védekezés beiktatta. Aki ezt nem tudta, nem iktatta be. És most jön a meglepetés, már az akác időszaka alatt tapasztaltak olyat, hogy megjelent az atka tömegesen, és érthetetlen módon elkezdtek a méhecskék eltűnni. Elfogytak, és sokan ugye cikkeztek arról, hogy ez biztos, hogy a génkezelt növényeknek köszönhető, biztos, hogy ez a növényvédelmi rendszer megváltozásának köszönhető, meg biztos, hogy akkor itt van a Nozema cerana, majd arról is beszélek, itt van valóban, de összességében nem ez a fő ok, hanem az atka. Tehát, ha most én elkezdem boncolgatni és nézegetni, hogy hova is jutottunk, akkor azt kell mondani, hogy az első jelek, amikor jelentkeztek, elkezdtük az intézeti vizsgálattal a mintavételt. Tehát elkezdtük a minta gyűjtését azokban a méhészetekben, akik panaszkodtak, hogy kevés a méhecske, összeroppant a méhcsalád, és azt tapasztaltuk, hogy érdekes módon már ekkor, ebben az időszakban meg lehetett állapítani, hogy mondjuk egy 10x10-es fiasítás mintában, ami nem egy nagy terület, ugye hogyha ezt valaki kiszámolja, hogy hány fiasítás van benne, nem túl sok, ott a 3-5 atkát megtalálták a fedett fiasításban, tehát az azt jelenti, hogy egy erős atka fertőzés volt a háttérben. Amit még ezen kívül megtettünk, mindig gyűjtöttünk beteg méhecskét, felnőtt méhecskét, amelyek betegnek látszottak. Ez azt jelenti, hogy kaptár körül mászkáltak, röpképtelenek voltak, és tömegesen lehetett egy-egy méhészetben ilyet látni. Ezektől is gyűjtöttünk mintát, és érdekes módon ezekben a méhecskékben szárnydeformitás vírus találtunk, időt paralízis vírusát találtunk, illetve heveny paralízis vírusát is, ami mondjuk a nyári időszakra kevésbé jellemző. És még egy nagyon fontos nozémát, amiről kiderült, hogy Nozema apis helyett a Nozema cerana. Ugye a Nozema apis és a Nozema cerana elkülönítése eléggé nehéz, mert teljesen egyformán néznek ki. Tehát mikroszkópos vizsgálattal ezt nem lehet megtenni, genetikai vizsgálatot kellett végezni, amit az intézetben Rusvai doktorét már, illetve az egyetemen az intézettel közösen elvégeztek. 2006-ban ez megindult, és azt lehetett mondani, hogy 2006-os mintákban 17 mintát, amit vizsgáltak, mind a 17 érdekes módon Nozema cerana volt, és nem Nozema apis. Ami azt jelenti, hogy az a vészharang, amit meghúztak a spanyol, illetve a francia méhészek, ez ide is begyűrűzött, és valamilyen úton, módon a Nozema gyakorlatilag megváltoztatta a genetikáját is, mert szinte egyöntetűen a ma összegyűjtött mintákból nem Nozema apis, és hogy a korábbi minták, amelyek még megvannak, tehát tartalékban megvannak, azt összehasonlítva az apis, ami mostaniak pedig szinte kivétel nélkül kizárólag cerana, tehát azt lehet mondani, hogy a Nozema cerana egyik parazita a másikat kiszorította a helyéből, és új Nozemánk van. Ezt azért fontos tudni, mert más az életfeltétele a Nozema cerának és más a Nozema apisnak. A Nozema apis egy barátságos kórokozó, fogalmazzunk így, mert mindössze akkor okoz nagy problémát a méhekben, ha a méhek ellenálló képessége erősen lerodjant és erősen probléma van a méhek ellenálló képességével. És a krétát én azért kértem, mert a technológiára majd rá fogok térni, hogy hogyan lehet ellene védekezni, és mindig azt szokták kérdezni a méhészek ilyenkor, hogy itt a Nozema cerana, hol lehet fumagilint kapni. Kérem szépen ne vegyen senki fumagilint, mert a Nozema ellen nem a gyógyszerrel kell védekezni. Itt a Vladimir János barátom ugye bólogat, mert ő is nagyon jól tudja, hogy nem ez a megoldás, hanem az a megoldás, hogy a méhek ellenálló képességét egy normális szinten tartsuk, és a nagy hibákat kerüljük el. Hát elemezve, ezt azért tartottam szükségesnek elmondani, mert ha elemezzük az idei évet, ahol mondom 1 milliárdnál tartunk, de 3,5 milliárdos kárt jóslok, ami azt jelenti, hogy 18-20%-a télen az állománynak ki fog menni, vagy téli időszakig, ez megelőzhető lett volna, és még mindig nem késő, tehát aki időben fölébred, az meg tudja előzni a nagyobb problémákat. És a vírusokról egy pár szót még beszélünk. Ami nagyon érdekes, és én átéltem egy madárinfluenza járványt,
szószoros értelmében, mert a közepében végig dolgoztuk ezt a járványt, és nagyon érdekes megfigyeléseket lehetett a vírussal kapcsolatban észlelni, hiszen a legelején a betegség, amikor ide jött, akkor azt lehetett mondani, hogy mondjuk az állományban lappangott egy két hétig, az állomány lappangási ideje, illetve a lappangási idő után, letelte után volt egy elhullási hullám, egy kisebb fajta, és hogyha nem kezelték, illetve nem likvidálták ezt az állományt, és volt rá lehetőség, hogy még egy elhullási hullám jöjjön, akkor volt a drasztikus kép, és gyakorlatilag tehát két hét lappangási idő, egy hét alatt egy kisebb elhullási csúcs, és utána jött egy második elhullási csúcs, ami a vírusokra általában jellemző egy állományon belül, mert először egy-két állat fertőződik, aztán több, aztán meg az összes állat megbetegszik, és nagyon érdekes, hogy a végére a vírus olyan patogenitásra tett szert, hogy ez a lappangási idő egyrészt lerövidült, az az első elhullási csúcs szinte észrevétlen nem volt, és állomány szinten az egész állomány lefeküdt, gyakorlatilag ott néhány nap alatt, hogyha el nem vittük volna őket, akkor az összes állat kidőlt volna. Ezt miért fontos tudni a vírusokról, hogy a vírusok ilyenek? Tehát a vírus nem olyan, hogy én megkapok egy influenza vírust, és akkor ugye megkapom, megbetegszek, és meggyógyulok, ez általában jellemző. Azonban, hogyha a vírusnak van lehetősége, hogy passzálódjon, erősödjön, akkor bizony sok választási lehetőségem nincs, lehet, hogy bele fogok pusztulni. A méheknél is ugyanígy van. És minden mennyiségi kérdés. Mennyiségi és minőségi kérdés. Ha vírusokat én elkezdem elemezni, és azt nézem, hogy a méhekben milyen vírusok vannak, hát kérem szépen, azok a vírusok vannak benne, amelyek 50 évvel ezelőtt is itt voltak. Csak nem tudtunk róla. Tehát nem változott semmi, nem új vírus típusok jöttek elő, hiszen azt lehet mondani, fölmérések szerint, amiben Románia nagyon előjárt, tehát Romániában a méhészeti kutatás előttünk volt, azt lehet mondani sokáig, amíg a kutatóintézet gyakorlatilag élvezte Ceausescu feleségének a támogatását. Ez azt jelenti, hogy ő biológus volt, ugye? Ez azt jelenti, hogy ott komoly víruskutatás volt, és már a romániai kutatóintézet annak idején megállapította, hogy Romániában, de az osztrákok is ugye jobbak voltak, mint mi, a 18 mélyvírus közül 16 ott van. Tehát a 16-ot megtalálták. Hát Románia, Magyarország gyakorlatilag egy területnek számít, annak ellenére, hogy egy határ ugye elválaszt bennünket, mert a klíma, a medence jellege gyakorlatilag hasonló, és itt is ugyanazok a vírusok, higgyük el, hogy itt voltak. Hogy szóhoz jutott ez a vírus, ez minek köszönhető? Nem másnak, mint a méhészeti technológiának, illetve egy segítséget kapott a vírus, mégpedig az atkát. Nagyon érdekes, hogy az atkák vizsgálata most már első számú célpont. Abban egyeztünk meg most legutóbb az intézettel, hogy minden megfogott atkát gyakorlatilag megnéznek vírus tartalomra, és megdöbbentő adat, kérem szépen a szárnydeformitás vírus, a hevenyi paralízis, az időt paralízis vírus, amit eddig ugye itt megtaláltak, mind a három az atkában szaporodni képes. Ez azért fontos, hogy ha gyakorlatilag egy méhecske fertőzött vírussal, az atka, rajta táplálkozó atka fertőződik. Érdekes módon az atkákat a vírus nem viszi el. Ez egy nagyon érdekes megfigyelés, hogy az atka annyira nem betegszik meg, csak vírus hordozóvá válik, hogy ebben elpusztulna és a szaporodását ugye tönkre tenni. A méhecske azonban nagyon érdekes módon, hogyha elegendő vírushoz jut hozzá, akkor körülbelül megvan számlálva a napja, mert 8-10 napnál tovább nem él. És ez nagyon érdekes és fontos tudni, hogy 8-10 napnál tovább ezek a méhecskék nem élnek. És majd ha visszapörgetjük azokat a tüneteket, amit a méhészektől hallottunk, telefonon ugye fölhív a méhész, hogy jaj, nagy baj van, hogyha tud, jöjjön erre. Ez egy Baranya megyei méhész ráadásul. Nézzük meg, hogy mi történt, mert ő szerinte lemérgezték a méheit, és a méheket lemérgezték biztos, mert nyújtott cipókával az állomány néhány nap alatt gyakorlatilag eltűnt, és nem tudja mire vélni a dolgot. Na ugye ilyenkor az ember hajszik, hanem ingyen és bérmentve beül az autójába, csak azért, hogy tanuljak, elmegyek oda, megnézem, hogy mi történt. És valóban kimegy az ember, azt látja, hogy mászkáló méhek vannak, nem sokan, mert a kaptár az kiürült szinte, nincs a méhecske a kaptárba,
ott van a fiasítás, néhány kis bundás mélyecskével, ugye azt hívjuk bundás mélyecskének, ami nem régibe kelt ki. A kiáró népesség egyezetben szinte eltűnt, és csodálkozunk, hogy mi lehet. A kint még a kiáró környékén lehet látni egy-két ilyen őr mélyecskét, ami mindig idősebb, amelyek megkopottak, a szipókájuk ugye nyújtva, és minthogyha mérgezési tünetek lennének, ilyet lehet látni, és röpképtelenek, ami nagyon érdekes. Na, egy a lényeg, hogy mindig azzal szoktam kezdeni, hogy jó, bontjuk ki a fiasítást. Kibontja az ember a fiasítást, akkor azt látja, hogy teli van atkába, egyik. A másik, ami nagyon érdekes, hogy a bundás mélyecskén, a fiatal mélyecskén szintén ott az atka. Anya vagy van, vagy nincs, ilyenkor már általában az bizonytalan, mert a rablás miatt ugye azt ölik le először. És nyilván természetesen rablás van az ilyen állományban, mert a környezete az észleli ezt a legyengült méhészetet és rátájol. Na a lényeg az, hogy azt lehet tapasztalni, hogy valóban ezek a méhek, ezek röpképtelenek, és nagyon érdekes, ezt mindig szoktam javasolni. Ilyenkor le kell ülni nyugodtan, és ezt a beteg méhecskét figyelni kell hosszasan. Higgyük el, hogy megmutatja, hogy mi a baja. Tehát nem azt kell nézni, hogy röpképtelen. Leül az ember, és akkor nézi. És figyeli a szárnyát, figyeli a lábát, figyeli a csápokat, ugye a tapogatóit. És akkor azt látja, hogy érdekes módon ezek a méhek, ezek görcsöket mutatnak. Na most az utolsó időszakban valóban nyújtott szipóka lesz egyebek az elhullás körül időszakban, ami megmagyarázható itt, hiszen hogyha ez időt vagy a heveny paralízis vírusa az idegrendszert megtámadja, az utolsó időszakban nyilván ezek a tünetek természetesek. Ami meglepő volt, hogy a heveny és az időt paralízis mellett jelenleg a nagyobb bajt a szárnydeformitás vírus okozza. Ezt az amerikaiak is leírták. Nem tudni miért, de alattomosan jelentkezik ez a vírusfertőzés, mert, és tényleg így van, a kikelt méhecskék már deformált szárnyal születnek. Tehát nem csak a felnőtt méhek fogékonyak erre, hanem a fiasítás már befertőződik, és a fiasítás egy része nem kell ki. Ez nagyon érdekes, hogy a fiasítás egy részét, hogyha elkezdi az ember piszkálni, akkor azt látja, hogy a fiasítás egy része nem kell ki. Ezek a fiasítások bebarnulnak, elfeketednek, és ezt valóban lehetett látni, és ilyen tüneteket lehetett látni. De hozzáteszem, nyüzsög a család az atkától, tehát ez is kell hozzá. És ha ugye összerakja az ember a képeket, akkor nem másról van szó, mint arról, hogy az a jóslás sajnos bekövetkezett, amit mondtunk, hogy az idei évben az atkaszám sokszorosan lesz a már megszokott időszakhoz képest, és ez a sokszoros atkaszám kedvezett annak, hogy a vírusfertőzés állományszinten tömegesen szétterüljön a családodban. Hát ha valaki visszaemlékszik a atka első bejövetelére, akkor ugye azt lehetett mondani, hogy első évben semmi, második évben már valamiféle tüneteket látunk, és a harmadik évben pusztul el a mély család, akkor, ha valaki egyáltalán nem füstöl. Ha valaki füstölt, akkor ezt ki tudta tolni néhány éven keresztül. És ha megnézzük az atka számokat, akkor azt mondjuk, hogy az első évben mondjuk kapott egy atkát, abból lett 128. Következő évben, mivel a 128-nak csak egy töredéke tele lát, mondjuk a tizede, akkor a 10 atkából, vagy mert a körüli átterelésre lehetett számítani, 10 atkából a következő évben már lett 1000 körüli atkaszám, aminek egy része megint nem telelt át, viszont a következő évben a 3000-es atkaszámot elérte, és a mély család menthetetlenül elpusztult. De akkor hozzá kellett tenni, hogy ez kizárólag az atkának a műve volt. Ha az atka kap egy segítséget, akkor az atka lényegesen kisebb számban ezzel a segítséggel együtt a mély családot elviszi. És ezt lehet tapasztalni, sajnos mondom országszerte, nem minden állományban van ott a vírus. Van, ahol tömegesen jelentkezik, és már nincs mély család gyakorlatilag, vagy olyan, ami terelésre érdemes lenne, nincsen. Vagy ugye normálisan védekezett a méhész az atka ellen, és ezek a tünetek hál' Istennek elmaradnak. Még egy dolog hozzájött ehhez az atka problémához, mégpedig ez a rettentő, hosszantartó aszály.
És a kettő lényegesen összefügg, hiszen gondolkozzunk hangosan, hisz nézzük meg, mi van az aszálykor. Elindul az aszály, a mi család első reakciója mi lesz? A fiasítás mennyiségét lecsökkenti. Lecsökkent a fiasítás mennyisége? Az ott lévő atkák mit tesznek? Azt a kevesebb fiasítást fogják elfoglalni. Az őszaporodásuk nem csökken le. Az a kevesebb fiasítás több atkával még rosszabb a helyzet, tehát azt lehet mondani, hogy egy aszályos időszak még hozzásegített ehhez, gyakorlatilag egy új tényezővel kibővült a támadás a méhek ellen, és ahol ez ugye a méhész ezt nem kezelte, azzal, hogy etet, azzal, hogy vándorol olyan helyre, ahol legalább virágpor van, ott bizony bajok következtek be. Tehát összefoglalva, ez a jelenlegi helyzet és a nagy katasztrófa nem most fog bekövetkezni, hanem november-december táján, amikor a méh családok elfáradnak, és amúgy sem túl egészséges méhecskék telelése befejeződik, hiszen a telelő méhecskének mi a legfontosabb szerve, ugye ezt mindig el szoktam mondani, a fehérjetestek, zsírtestek mennyisége szabja meg, hogy milyen hosszú ideig él a méh. Hogyha ez egyszer kifogyott, akkor az üzemanyag elfogyott, a méhecske elpusztul. És akkor nézzük meg azt a technológiát, azt a most dolgozunk rajta, de úgy tűnik, hogy én szerintem beválik és bevált, ami ez ellen az egész dolog ellen hatékony lesz. Ezt a betegséget az amerikaiak úgy mondták, hogy a méhek titokzatos elfogyása, amit mobiltelefonra írtak, amit írtak génkezelt növényekre, aztán most kiderült, hogy nem másról van szó, mint a vírus, atka és a különféle tényezők együttes hatása. Van a sertéseknek is egy ilyen betegsége, az MMA, az a mastitis metitis agalactiae, ami szintén több tényezős betegség, és az is érdekes módon, ugye először egy kórokozóra írták, aztán több tényezőre, és végül kiderült, hogy egy komplett egész sor tényezőnek kell összeállni, hogy ez kialakuljon. És tehát elemezzük, hogy mik a kulcskérdések. Kérem szépen, a kulcskérdés elsősorban a méhek ellenálló képessége, meg az atka. Tehát ezt a két kérdést kell elemezni, és nézzük meg a másikat, a vírusoknak a fennmaradása. Hol marad fönn a vírus? Ugye említettem egyrészt az atkában, egyrészt a felnőtt méhekben, de a felnőtt méhek kicserélődnek. Most már tudjuk, hogy a vírus a fiasításban perzisztál. Tehát, ha én az atkát kiírtom, ha a felnőtt méhek közül a betegek elpusztulnak, a vírusnak el kell tűnnie, mert a méhek kutikulája olyan, hogy azon a vírus nem tud átjutni. Tehát nem olyan, mint a mi bőrünk, vagy a mi nyálkahártyánk, hogy azon a nyálkahártyán a vírus vígan tud közlekedni, vagy a bőrünkön is vígan tud közlekedni, megfogunk egy poharat, ugye az vírusos, akkor az ember könnyen összeszedheti a májgyulladástól kezdve ezer egyfajta vírust. A méheknek a kutikulája nem ilyen. Az annyira tökéletesen alakult a evolúció során, hogy a gombák, baktériumok, vírusok lepattannak gyakorlatilag róla, tehát marad az a kevés kis fertőzési lehetőség, hogy vagy egymás etetésével a bélen keresztül, vagy egy külső vektor hatására gyakorlatilag a vírus az atkával jut át. És itt a kréta, én azért tartom, mindig szemléletesen, hogyha az ember lerajzol, mondjuk itt van egy potrof, és akkor nézzük meg, hogy az atka hol szeret tartózkodni, itt vannak a potrof gyűrűk, és akkor itt elvileg itt van a második, harmadik potrof gyűrűk között egy átmenet, és itt szokott az atka tartózkodni. Általában úgy, hogy itt passzívan tud ő kapaszkodni, gyakorlatilag a test szőrei képesek arra, hogy itt mindenféle aktív kapaszkodás nélkül ő hosszú távon itt van. Ami nagyon érdekes, hogy ő pont akkora, hogy itt ebbe a két potrók gyűrű közötti szabad területen elfér, és itt ahogy a két potrók gyűrű átmenete van, itt van egy vékony hátja átmenet, ami egy rugalmas kis hátja, és ez könnyen átszúrható az ő szúrószívó szájszervével, és itt táplálkozik, itt szívja magába a hemolimfát. Tehát a vektor szerepe, az aktív vektor szerepe az atkának megvan. És akkor nézzük meg a mennyiségi kérdéseket is,
majd, hogy mikor fog a méhecske elpusztulni, és mikor lesz veszély. Tehát ez az egyik. A másik, az atka, az nem sokáig tartózkodik a méheken, mert most már tudjuk azt is, hogy miért nem. A Békési Lászlónak, ha valaki olvasta azt az összefoglaló cikkét az Állatorvosok lapjában jelent meg, amely a méheknek az immunállapotával, az immunrendszerével foglalkozik, ott egy nagyon érdekes magyarázat van erre. Miért van az, hogy az atka nem addig szívja a méhecskét, amíg el nem pusztul, tehát amíg gyakorlatilag az összes táplálékot elszívhatná belőle, nem teszi. És miért nem teszi? Azért, mert... Kell neki kénységbe is majd ez a méhe. Hát úgy van, így gondolkodik. Hanem azért van, mert a atkával, ahogy találkozott, az ő váladékai ide bekerülnek. Tehát ugye az atka az ürítkezni, előre ürítkezik. Mint ahogy a kullancsok is, meg a többi tár gyakorlatilag, mielőtt ő táplálkozik, előtte ürítkezik, és hol ürítkezik? Általában ide. Ez a kis ürítkezés, ez a kis nyál, ez a kis táplálék maradék, ami föröklendezésre ürül tőle, az gyakorlatilag bekerülhet ide, a hemolimfába, és a méhek aktív immunizálással válaszolnak erre, tehát aktívan immunizálódnak, és megváltozik a hemolimfa összetétele. Megváltozik az íze, ez már nem fog az atkának ízleni, és ezért megy tovább. Tehát egy nagyon érdekes dolog. Tehát azt lehet mondani, hogy másfél-két napnál tovább általában egy atka nem tartózkodik ugyanazon a méhecskén, hanem inkább megunja, átmegy egy másikra, és fertőzi a következőt. Most ennek óriási jelentősége van a vírus terjedése szempontjából, illetve a vírus titeremelkedése szempontjából, a patogenitás emelkedése szempontjából. Mert ha alkalom, ha nem, másfél-két naponta az atka a következő méhecskét befertőzi. És hogyha van egy atkán, meg a 30 ezres méhcsalád, ez nem gond, hiszen nem probléma. Az a pár méhecske el fog pusztulni. Ha van 10 atkán, szintén nem probléma, mert ha valaki ezt kiszámolja, akkor azt fogja látni, hogy vígan átterelt a méhecske, majd május körül lesz probléma esetleg, de hát közben a népesség lecserélődött. Tehát ez még mindig nem probléma. A 100 atka. Kérem szépen, nagyon érdekes, hogyha ezt kiszámolja valaki, és a patogenitást meg egyébet hozzáteszi, higgyük el, hogy egy idő után, mert az első átoltások már csak megbetegszik a méhecske, nem fog elpusztulni. A sokadik átoltások után olyan mértékben passzálódik fel a vírus arra a méhcsaládra, arra a genetikai fajtájú méhecskére, hogy higgyük el, hogy letális lesz a vírus. Ha 100 atka van a családban ősszel vagy őszelején, akkor higgyük el, hogy a végén egyszerűen nem marad méhecske. December közepe vége, és a méhcsalád, ha ott a vírus, és hogyha olyan patogenitású a vírus, elpusztul. Ezt tapasztalatból tudjuk, és ezt annak idején Török Szentmiklóson, Kunc Szentmiklóson, lehet, hogy mindig keverem szónak után Török Szentmiklóson. Tehát Török Szentmiklóson tapasztaltuk, 100 körüli atkaszám mellett ez bekövetkezett, és 102 méhcsaládból 2 maradt. Ez nagyon érdekes volt. Tehát ez az atkaszám, a kritikus atkaszám. Nem a 3000 atka, ami korábban volt. És ezt tanuljuk meg. És hogyha ezt megtanultuk, akkor a mély családok azok át fognak terelni. Nézzük meg, hogy a vírus az hol marad meg. Nagyon érdekes, hogy télen az atkák és a méhek tartják fönt. De azt tudni kell, hogy a méhek, ha megkapják ezt a vírust, és ráadásul abban a patogenitási állapotban, 8-10 napnál nem élnek tovább. Tehát a méhek, a felnőtt méhek ilyen szempontból zsákutca. Az atka nem. Az atka az gyakorlatilag képes megbetegedés nélkül ezt a vírust úgy hordozni, hogy ő neki semmi baja, de a bélcsatornáján keresztül, mert a bélhámsejtekben szaporodik, üríti. És akkor nézzük meg, mi a kulcs. Hogyan lehet ezzel a betegség ellen védekezni? Egyrészt. Tudni kell a téli atka számot ez alá csökkenteni. Ez alá a szám alá. Én mondom a magyar átlagot. 60-100 körül atkával terelnek a méhek. Ezt onnan tudom, mert mindig szoktam kérni, hogy itt van ez a löty, ezt tessék lecsurgatni a peridines csurgatás után, és még akkor a 60-100-at lehozom vele. A másik, ami fontos, hogy
nem csak az az érdekes, hogy a téli aszkatán mennyi, hanem az évközbeni aszkatán is mennyi. Az idei évben a szándeformitás vírus, ami gyakorlatilag a fiasítást kinyírja, a fiasításból kikelt mélyek életképtelenek lesznek, az már a fiasításban ott van. Melyik fiasítás fog fertőződni? Az, amelyik az aszkával fertőzött. Tehát nehogy azt higgyük, hogy itt azt látom, hogy minden mélyecske egyformán beteg. Mélyecskék egy része beteg, egy része nem. Azonban egyszer csak elérjük azt az állapotot, hogy a fiasításban fejlődő következő nemzedék 70-80%-a fertőzött lett, még akkor is, ha nincs ott az aszka. Miért? Hát mert hol van a sejt? Ott, ahol előtte már az aszka lerakta az ürülékét. Hol van a vírus? Az aszka ürülékben. Mondjam tovább, nem kell tovább mondani. Tehát gyakorlatilag egy olyan fészek, ami teli volt korábban aszkával, az vírusnak a meleg ágya. Mit csinálnak a méhecskék? Hányszor etetik egy nap a fejlődő ászát? Mit csinálnak közben? Átjárják az összes sejtet. Gyakorlatilag szépen a vírust elterjesztik az állományra. Tehát nehogy azt higgyük, hogy csak az aszka kell hozzá, kell még a sok egyéb tényező, ami a méhekre jellemző. Tehát mi ebből a tanulság? Évközi szinten 300 alatt kell folyamatosan tartani az aszkát. A 300 aszka az nem látszik. Az nem lehet olyan, hogy na egy-két sejten, illetve egy-két mélyeskén onnan látom, a 300 alatt kell látni. Ez csak olyan méhész tudja megvalósítani, ezt a 300 alatti aszka számot, aki tudja, hogy mi az az aszka figyelési rendszer. Mi is az aszka figyelési rendszer? Az, hogy vannak olyan trükkök, amelyekkel meg lehet tenni azt, hogy kiszámoljam, mennyi az aktuális aszkaszám állomány szinten, és nem egy családra vetítve, hanem állomány szinten vagyok rá kíváncsi. Van egy tapasztalati szám, én erre körülbelül egy olyan 300-400 ezer forintot költöttem be a saját mélyeim elpusztításával, ami arra irányult, hogy vizsgáltuk, hogy a fiasításban mennyi az aszka, és a felnőtt mélyeken úgy vizsgáltuk, hogy a felnőtt mélyeket gyakorlatilag leöltük, és a leülés után kimostuk, összeturmixoltuk és kimostuk az aszkákat, és utána ugye leszűrtük, visszaszámoltunk, hogy mennyi az annyi. És a tapasztalati szám azt hozta, persze közben még a kapszárlapokat is betettük és számoltuk az aszkákat. A tapasztalati szám azt hozta, hogyha leesik kérem szépen a kapszárlapra egy aszka, azt be kell szorozni 150-nel, és akkor megvan a felnőtt mélyeken tartózkodó aszkák száma. És még 10-del be kell szorozni, és akkor megvan a fiasításban és a felnőtt mélyeken tartózkodó aszkák száma. Tehát ha valaki naponta egy aszkát lefottyant a kaptárlapra, akkor ott 1500 aszkája van. Ez olyan kevésnek tűnik az egy aszka, mert ugye szoktuk kérdezni, hogy na és mennyi van a kaptár alján aszka? Azt mondja, hogy néhány 5-6 darabot lehet látni, csak nem olyan sokat. Ha kezelés után van, akkor valóban nem olyan sok, de hogyha ez egy hétköznapi kezelés nélküli napon van, akkor ez rengeteg, ez 1500 aszkát jelent a nyári viszatban. Persze, ez egy durva szám. Ez a fiasítás kiterjedt időszakára igaz. Amikor a fiasítás összehúzódik, és mondjuk egyre kevesebb a nyitott fiasítás mennyisége, mint mondjuk ebben az időszakban, akkor koncentrálódik már a felnőtt mélyeken az aszkaszám, és akkor ez a szorzás egy kicsit durva, tehát nem biztos, hogy ez egészen ilyen pontos számot ad, de egyébként meg jó. Tehát a fiasítás a vírust így tartja fönt, és ezt nagyon fontos tudni, és most megint visszakanyarodunk oda, hogy a technológiát hát gondoljuk, mi is a lényeg. Őrösi, Báró Ambrózi, Sőtér, mit írt? A fészekben 3 évesnél idősebb lépett, sose tűrjünk meg. Első pont. Miért? Aszka ürülék vírus. De itt vonatkozhat ez a nyúrósra, a sok mindenre. Tehát a technológiának bizony részének kell lenni, hogy már téren eltervezem, hogy mennyi űrlépet kell nekem bedrótozni, illetve mennyi keretet kell bedrótozni, beműrlépezni, és ezt a téren meg lehet csinálni. A következő.
ha a családba oda került a fertőzöttség. Csinálhat az ember akármit, lehet 2 éves keret, akkor is a fertőzöttség ott van, hiszen már bekerült és elterjedt. Emiatt időnként, 2 évente, 3 évente célszerű a fiasítás teljes megszakítása. Nem téli időszakról van szó, nyári időszakról. Ezt hogy tudom megtenni? Műrétre. Úgy, hogy a szaporítást, ahogy mondtad, műrétre indítva teszem meg, és a műrétes szaporítást bizony a technológia részévé kéne tenni. Azt az állományt, amit így előállítottam, lehetőleg a többi állománytól távolabb kéne tartani, hogy ne fertőződjön be. Ennek a lehetősége Magyarországon ugye elég kicsi. De ha más nem tettem, csak azt tettem, hogy időnként a fiasítást ugye megszakítom, akkor már sokat léptem előre, mert a fertőzöttség megszakítását megtettem állomány szinten. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy mondjuk az állományt az ember 2-3 részre bontja, ez a 2-3 rész más technológiával, más telephelyen működik, és ez lehetőséget biztosít arra, hogy ezt megtehessen. A következő, ha erre nincs meg a lehetőségem, mi a megoldás? Az aszkákat kell olyan szinten tartani, hogy az elenyésző aszkaszámot jelentsen. Erre is megvannak a trükkök, megvannak a biológiai védekezés alapjai. És miért van az, hogy például a forgófészkes kaptár olyan tökéletesen működik? Ilyen okai vannak, hogy az aszka szám olyan alacsony éves szinten, hogy őszig, ha nem csinál az ember semmit, 300 fölé nem megy az aszka. És ez egy fontos kérdés. Miért? Tehát nem azért olyan tökéletes, mert élvezik a méhek a forgást, nem, hanem a biológiai feltételek olyan adottságokat hoznak, ami lehetővé teszi, hogy az aszka ne dúsuljon föl a vírusokkal, meg egyebekkel. Én ezt nem akarom tovább nyomagodni, csak azt akartam ezzel elmondani, hogy ha valaki ezeket a dolgokat így összerakja, akkor megérti, hogy miért következett be ez a katasztrofális helyzet, ami nyilván ráfogható önmagában az asszályra, de nem igaz, mert volt nekünk asszályos évünk nem is egy, és nem lehet azt mondani, hogy így összeomlattak volna az állományok, hanem a sok tényező együttes hatása vezetett oda, hogy ez bekövetkezett. És nézzük meg, hogy kinél nem pusztultak az idén a méhek. És akkor, hogyha elemezzük, akkor azt lehet mondani, hogy kérem szépen annál, aki észlelte, hogy ez bekövetkezett, elkezdett etetni. Most azzal, hogy etet az ember, akkor mit ér el? Ha etet az ember, akkor egyrészt a fiasítás nem szűkül annyira össze arányaiban. A folyamatos generációváltás biztosított, és a folyamatos generációváltás mit hoz? A vírustól szépen lassan meg tudok szabadulni, hiszen a betegegyedek úgyis elpusztulnak, a folyamatos generációváltás lehetőséget ad arra, hogy megújuljon az állomány, és a megújulás következtében nem olyan drasztikus, nem az, hogy nincs ott a vírus, ott van a vírus, csak nem tudott olyan drasztikus tüneteket hozni. A másik, ha valaki elvándorolt, és nézzük meg a különbségeket, ha valaki elvándorolt szolidágóra, 8-12 keret félkeret fiasítása van. Ha nem vándorolt, el csak etetett, 6-8 keret félkeret fiasítása van. Ha nem etetett, 3-4 keret fiasítása van. Hova koncentrálódik az atka? Háromszoros különbség van a 3-4 keret és a 12 keret között. Nyilván a mennyiségi kérdésről van szó, a vírus is nyilván annyival több méhecskét fog fertőzni, és a méhcsalád nem akkor omlik össze, amikor egyed megbetegszik, hanem az egyedek többsége megbetegedett, hiszen ők családban élnek. Tehát a technológiának egyrészt ez a része, amit mondtam, hogy az aszkát alacsony szinten tartom, a másik a fiasítás. Figyelj! Miért kell a fiasítást figyelni? Mondom a minimum elvárást. Minimum elvárás a 3 savós fias keret. Ennél kevesebb sose legyen. Ha ennél kevesebb van, akkor vagy hordástalanság van, vagy kiszorította a méh anyát a méh. Az is baj lehet, sőt, azt lehetett mondani az idén ebben az aszályos időszakban, mind a kettő bekövetkezett, mert nem a méhtérbe vitték a méhek a mézet, hanem le a fészekbe. Hol koncentrálódott a méz? Lenne a fészekbe, kiszorította. Mit nem tett ez a méhez? Nem figyelte, hogy 3 keret savós fiasítása folyamatosan legalább legyen? Mert ha figyeli, látja, hogy 2 alá lement a fias keretek száma, akkor megnézze, mi az oka. Kiszorította? Adok neki keretet. Nem szorította ki? Nincs táplálék? Adok neki táplálékot.
De hiába adott táplálékot, fehérje nélkül nem ér semmit. És most jön a következő, és ezért kell tudni a méhek takarmányozásának csinyát, vinyát. Virágporpótlás. Nem csak tavasszal van. Ennek a lehetősége egész évben megvan. Sőt, azt mondom, hogy ilyenkor a legjobb, hiszen ilyenkor a szörpöt nyugodtan meg tudom kínálni egy kis fehérjével, mert nem fog oda savanyodni a méhek abban a pillanatban, hogyha ezt kis adagban adtam, megetik. Mit tud vele az ember tenni? Azt, ami hiányzik, odaadom a méheknek, és azt, ami hiányzik, gyakorlatilag a méhek ellenálló képességét szintre hozom, rendbe teszem, mert a méhek ellenálló képessége miből áll? Nem csak abból, hogy egyedileg hogy állnak, hanem abból is, hogy állomány szinten a generációk összetétele olyan, hogy igen, pont ennyi tisztogató méhecskére van szükségem, pont ennyi dajka méhecskére van szükségem, pont ennyi, és a méhek ellenálló képessége a kor összetételtől kezdve a sok mindenen keresztül létezik. Tehát a másik kulcskérdés a minimum három fias kereszt megléte. Savos fias keresztről van szó. Ezt, ha én tudom biztosítani éves szinten, akkor az állományom nem fog összeroppanni. Mert ugye a savós fias keretek száma mindig kevesebb, mint a fedetteké, persze nem mindig, mert tavasszal pont fordítva van, vagy amikor beindult a lendület a családnak, de azt lehet mondani, hogy a fias keretek száma közül a savós fias, mert az csak ugye 5-6 napig nyitott, a többi időszak már fedett, és az hosszabb időszak. Na most, hogyha ezt biztosítottam, akkor higgyük el, hogy a mély család általános állapota az jó. A másik, ami most kitérő lenne egy kicsit a nózémára, és akkor nézzük meg, hogy a nózéma melyik családoknál jelentkezett. Én több helyen szedtem mintát, és minden fölírtam a család erősséget. A nózéma a következő összehasonlításként ugye lehet mondani, hogy mintavétele, itt a népességet, meg a fiasításos keretek számát a fölé van. Az egyik helyen 16 félkeretről van szó, és 8. A másik helyen kérem szépen megdöbbentő 6 és 3. A nozémás állományok mindezek közül kerültek ki. Tehát a nozémás állományok mind ezek közül kerültek ki. És ha elkezdjük elemezni, hogy miért nozémásodik le ez az állomány, akkor a következőt fogom látni. Miért három keret a fias kerete? Azért, mert kevés a virágkor. Meg kevés a takarójével. Melyik méhecske nozémásodik le? Mindig a fiatal. A fiatal kikelt méhek mégpedig úgy lehet mondani, hogy lapangás idő kelés után 5-6 nap. Melyikek fognak dajkálni? Azok fognak dajkálni, amelyek mondjuk a 10. nap körül már vannak, de már a dajkálásra készül a 6. nap körül. Akkor fertőződik, és pont mire dajkálna, akkora fog lendozémásodni a méhecske, és általában a 2 hetes kor körül ezek a méhek el is pusztulnak. Megdöbbentő, hogy ez már semmi más, mint a nozémának a klinikai tünete, hogy ilyen mértékben lecsökkent a mély család. Tehát ez volt mondjuk egy abban a környezetben élő másik méhészet, amit szintén mintáztunk, ott gyakorlatilag nozémát nem találtunk, rengeteg atkát azonban találtunk. Ahol már a nozéma jelentkezett, ez a 6 keret, 3 keret már a tünete volt, hiszen ezek egymástól nem messze voltak, szinte azonos feltételekkel. Csak ez az állomány már jobban le volt gatyásodva, itt is volt atka bőségesen, és érdekes módon a nozéma mellett a vírust is megtalálta. És mennyi volt az elesélyük, tehát volt. Tehát nem lett ez nem befolyásolt. Nem, hát a napraforgómézet nem tette ki a méhét. És fedetméz volt náluk. És pont ez az érdekes, majd erre is kitérek, hogy a méhecskék, azok smutzig állatokat mindig el szoktam mondani. És azért mondom ezt az érdekes szót, hogy ugye sváb szót, hogy smutzig állatok, mert ezt jobban megjegyzik a méhészek. Ők a lefedett méhhez, fogalmazzunk így, de még a nem lefedetthez is nem szívesen nyúlnak hozzá, hiszen a jövőjüket pusztítanák. Ők a fiasítást inkább hagyják éhen pusztulni vagy visszafogni, de mindenáron nem fiasítanak. Ezek nem olasz méhek. Mert az olasz méh, amíg takarmány van, addig vígan fog szaporodni, aztán elfogyott, és akkor vége.
De a krajnai méh, de ez jellemző, hogy ő smutig állat, és a méhhez nem szívesen nyúl hozzá. Tehát amint a picike kis hordásocska, fogalmazunk így, 5-10 deka leállt, akkor ők is leállnak. És az asszály sajnos ilyen, tehát az asszályban a vége a dalnak, tehát ott nincs további a hordás, és leállnak a méhek. Ha izató van, akkor is leállnak, ha virágkor van, akkor is leállnak. Gyakorlatilag, hogyha folyamatos serkentés a környezetből vagy a méhész által nincs, akkor leáll. De érdekes módon, még egyszer mondom, nem a környezeti tényezők hozták, ez már a nozémának a tünete volt. És miért alakul ki ez a tünet? Mert a nozéma szépen elindult már korábban, ez már a végállapota volt, és a végállapotban gyakorlatilag három keresztes nozéma fertőzöttséget, ami egy erős nozéma fertőzöttség lehetett találni, és érdekes módon idősebb miért itt alig lehetett látni. Itt gyakorlatilag már az összeomlás előtti állapot, ez a méhészet azóta már nincs is egyébként hozzá kell tenni. Tehát a nozémát komolyan kell venni, és miért kell komolyan venni, és miért omlott össze ez a mély család a nozémában? Nem azért, mert a másikban nem volt ott a nozéma, ott is ott van. Hanem azért, mert ezek a méhek ellenálló képessége olyan mértékben lecsökkent, hogy a nozéma szóhoz tudott jutni, és nagyon egyszerű ez az ellenálló képességet többször már lerajzoltam, biztos van, aki már unja is. Itt vannak ezek a, itt van egy alaphártya, ez a emésztőbelének a része. Itt vannak a köphámsejtek. A köphámsejtek közül minden negyedik, ötödik egy ilyen mini szerű sejt, aztán megint köphámsejtek következnek. És ennek a mini szerű sejtnek van egy nagyon fontos feladata. Ez egy fehérje természetű anyagot folyamatosan termel, ami alaphárt egy ilyen fehérje hártyaként a bél hámsejteket lefedi, védi. Kitől kell védje? De gondoljunk bele, a virágpor az úgy néz ki, mint egy dörzs kefe. Megsérülnének a hámsejtek, és gyakorlatilag az egész más a méheknek a bélszerkezete, mint a emlősöké. Tehát az emlősöknél több rétegű hámsejt van egymás után, meg ugye sokszorosan redőzött egyebek, tehát a fölszívódás az másként történik. Itt gyakorlatilag egyetlen egy sejtréteg van, ez a sejtréteg, hogyha megnézzük, akkor itt a köphám sejteknek ez az oldala egy hatalmas fölszívód felületet biztosítva sokszorosan ugye redőzött, tehát maga a sejt hátra. És hogyha ez nem lenne védve, de a legyeknél ugyanez van, tehát az, hogy a légyásza, a drága léve úgy tud élni. Ez ennek köszönhető. Ilyen egyszerű oka van. Nem fertőződik be, nem tud befertőződni. Tehát a rovarok kutikulája, meg a védelme egész más, mint a miénk. És ezért van az, hogy a légyásza olyan táplálékban meg tud élni, ahol nyüzsögnek a különféle baktériumok, hogyha nem légyásza lenne, azt fölélné pillanatok alatt. De itt is kicsit hasonló dologról van szó. És hogyha itt nézzük a bél csatornát, akkor azt lehet, hogy itt vannak a virágporok, mondjuk, ahogy mondtam is, ezeknek egy része rendkívül ragacsos, meg rendkívül durva felületű. A méheket azonban megroppantják a rágójukkal, és ezért válik emészhetővé. De nem csak ezért válik emészhetővé, hanem itt vannak a bél lumenében olyan infúzóriumok, amelyek a cellulózt bontani tudják. Ez szintén nagyon fontos tudni, hogy hogyan tudja a virágport, ugye hosszú a mese, de azért mondom, hogy értsék a dolgot, tehát ez a peritrofikus hátra ezért alakult ki. Itt nyilván vannak baktériumok, gombák, törpe emésztés, és azután ez a megemésztett táplálék már át tud diffondálni ezen a fehérjehártyán, és hozzá tud kerülni a köphámsejtekhez, a köphámsejtektől pedig már át a szervezetbe. Mi is a lényeg? Az, hogy ez a peritrofikus hártya, ez egy adott vastagságú. Ez a méheknek a tápláltságától függ. Ha jól táplálkozik a méhecske, elég virágporhoz hozzájött, elég táplálékhoz hozzájött, akkor ez elég vastag. Nézzük meg, hogy a nozéma spóra hogyan fertőz. A nozéma spórát azt úgy kell elképzelni, mint egy amerikai focilabda. Ennek az amerikai focilabdának a végén van egy kis poláris test. Nevezetű kis testecske,
ami egy összecsavarodott, spirálisan összecsavarodott fehérje csövecskét tartalmaz. Ezt most csak így rajzolom le, tehát hogyha valaki nagyit volt megnézni ezt a poláris testet, akkor azt mondja, hogy itt van egy kis tokocska, a tetején egy ilyen kis fedél, és alatta egy összecsavarodott csövecske. Ez szó szerint cső, ennek van egy belső lumene. A lényeg az, hogy amikor a nozéma spóra érzi, hogy a kedvező feltételek számára adottak, nem minden spóra fog kicsirázni, hanem a spórák egy része áthalad a bélcsatornán keresztül, kívül újból, megint a környezetbe kerül, és a többi, és a többi. A spórák csak akkor nyílnak ki, hogyha a kedvező feltételek megvannak. Mi a kedvező feltétel? 30 fok fölötti hőmérséklet, olyan páratartalom, ami a fiasítás neveléséhez kell. Ilyenkor azonban kicsattannak, és ahogy kicsattan, ez a fehérje csövecske gyakorlatilag kivágódik, és a végén van egy ilyen locsoló, tömlőszerű valami, egy kis csákja, ami megcsákjázza a bélhámsejtet. Tehát ide képzeljük ezt a spórát, kilőttem a csákját, azonban normális körülmények között nem éri el a bélhámsejtet. Ez a lényeg. Akkor éri el, akkor tudja átcsákjázni, ha ez a peritrofikus hátja megvékonyodott. Nem táplálkozunk rendesen? Hiányzik a virágpor? Mert elsősorban a virágpor mondja meg, hogy ez a peritrofikus hátja milyen vastagságú lett, és még hol bent a fiasításban. Hiszen a kikelt méhecske már a táplálékának az ömét tartalmazza. És a fejlődési alakoknak is van peritrofikus hátja, tehát az ártának. Egy a lényeg, hogy megvékonyodott, hoppá, eltaláltam, és már is fertőzött lesz a hámsejt, mégpedig hogyan? Úgy, hogy ezen a kis csövecskén a maganyaga a spórának szépen ide bevándorol, és most jön a lényeg, elkezdődik a nozémának a szaporodási ciklusa a hámsejtben. És a szaporodási ciklust, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy érdekes módon ezek nem spórák lesznek először, hanem először egy ilyen amoeboid jószágot fogok látni, aztán látok egy csillós jószágot, hát ez nem ugyanaz az állat, mondhatna az ember, dehogy nem. Ez ugyanaz, csak az egyes fejlődés, a törzsfejlődés szépen letükrözi. És a végén mit fogok látni, amikor ez a szaporodási ciklus ugye befejeződött, az amőbákból lesz a kis csillós, akármi, aztán végül valóban ilyen spórák tömege fog kialakulni, és rengeteg-rengeteg spóra fog ebben a sejtben elhelyezkedni, gyakorlatilag kitölti a sejtet a rengeteg spóra. Nagyon érdekes a fertőzés továbbitele szempontjából, hogy ez a nozéma apis esetében, és most álljunk meg egy szóra, a nozéma apis esetében egy az egyben leválik, hámsejten körülfogva, és majd az utóbbi évben fog tartózkodni, addig, amíg ki nem örüli, üríti. Ez a nozéma apisra igaz, a nozéma cerálára nem. A nozéma cerána szétdurrant, és újból az a rengeteg spóra bekerült ugyanabba a bélcsatornába, a következő sejtet fogja fertőzni. Ez a különbség a nozéma apis meg a nozéma cerána között. És aki most eljött erre az előadásra, meg fogja érteni, hogy miért van az, hogy nyáron nozéma van. Hát ezért, mert ez a különbség. Az egyik hova fog ürülni? Ide a ampulaszerűen tágult téli időszakban, de nyáron nem kell ampulaszerűen tágult ürülékhólyagnak lenni. Ide fog a hámsejt egy az egybe egészbe kerülni. Mit csinálnak a nyáron a méhek? Kimennek, kirepülnek, kint ürítkeznek, szétszórtuk a napsugárzás, majd elpusztítja a spórákat, semmi gond. Ezzel szemben a nozéma cerána mit csinál? Itt kidurran a sejt, és fertőzi a következőt. És ezért rettentően veszélyes. Ezért rettentően veszélyes, mert más a fertőzési ciklusa. Más a... Tehát, hogyha ezt valaki megérti, akkor tudja, hogy miért is van nyári nozémánk. Azért van nyári nozémánk, mert sajnos ez az ürítkezés, ami eddig jó trükk volt a méhek részéről, ez sajnos nem működik, és mikor volt nozéma akkor, hogyha belső ürítkezése volt a méhecskének. Itt nem kell hozzá. Ennyi a különbség. Azonban, még egyszer hangsúlyozom, hogyha valaki normálisan méhészkedik, higgy el nekem,
És ez a dolog szintén bizonyította. Az egyik mélyészet az jobb mélyészet, a másik kevésbé. Nulléma szeráma csak ott fog jelentkezni, ahol összeálló állományok vannak, vagy ahol annyira rossz a mélyek ellenálló képessége, hogy ott. És akkor nézzük meg, mit lehet csinálni. Bejött az aszályos időszak, megint a tapasztalat, meg az egymás. Én rengeteg mélyékszel találkozok. Én megmondom őszintén, nem, azt a sok tudást, amit én összeszedtem, nem én találtam ki. A többségét a mélyékszektől tanultam. Közkül vannak idősek, fiatalok, és mindegyiknek köszönöm, aki tanított engem. De egy a lényeg, hogy nyitott füllel kell járni a világot, és tanulságokat kell fogadni. Valaki olvassa a régi könyveket. Ugye mindegyik leírta azt, hogy tavaszi időszakban, ha rosszul tereltek a mélyek, félszerű a mélyek részére ilyen-olyan tápszereket, stb. Adni. Ugye kezdetben volt a szója, a sörélesztő, a különféle fehérje tartalmú szerek, és hogyha valaki belegondol, nem másról volt szó, mint minden esetben vitaminpótlás, kis fehérjepótlás, kis ez, kis az. És ha megnézzük a mélyek emésztési dolgait, akkor azt látjuk, hogy bizony a mélyek teljes értékű fehérjét kérnek, nem véletlen etikű a virágport. Ha valaki fogyasztott virágport, és rendszeresen fogyasztja, azt tudja, hogy egyrészt nagyon finom, másrészt a virágporban gyakorlatilag minden benne van. Minden tápanyag benne foglaltatik, hiszen a fehérjék szinte a növényre vetítve mindig a legjava a virágporban, illetve a magban koncentrálódik. Sőt, a legjava a virágporban koncentrálódik, mert olyan fehérjék vannak benne, ami a növényben nem biztos, hogy olyan szinten, olyan mennyiségben benne van. Tehát azt lehet, hogy teljes értékűnek mondható a virágpor, főleg azért, mert nem csak egy virágról gyűjtik, hanem több növényből. A másik, ami nagyon érdekes, hogy vannak olyan anyagok, amelyek segítik a mélyeknek a ellenálló képességének fönntartását. Nem beszéljünk másról, csak a flavonoidokról. A flavonoidok benne van a nevében, ugye sárga anyagoknak is lehetne őket nevezni, és akkor maradjunk a sárga anyagoknál. És hát az újabb kutatások azt mondják, hogy a flavonoidok a redox rendszereknek az egyensúlyba tartásához rendkívül fontosak. Tehát mi a redox rendszer? Gyakorlatilag a sejt immunitás zömében ezekre írható rá, és azt is rendben, hogy a daganatos betegségek jelentkezése vagy nem jelentkezése szintén a redox rendszereknek a fölborulására húzható rá. Tehát megint azt mondom, hogy jó, hogy eljöttek, mert ha valaki méhészkedik és virágport nem fogyaszt, azt mafla embernek hívom, mert saját maga egészségét tudná szinte ingyen karbantartani, és nem tartja karban, mert nem eszi. Tehát tessék fogyasztani, ne sokat belőle, csak éppen annyit, amennyit az ember szervezeti kíván, hiszen a táplálék válogatási reflektor mindenkiben működik, vagy működött, amíg ezeket az amerikai vacsokat be nem hozták az országba. Tehát a virágport, hogy elkezdő az ember elevezni, azt mondja, hogy bizony van benne könnyen emészhető fehérje, ha a sejtokot én leveszem róla, van benne zsírszerű anyagok elég nagy mennyiségben, és van benne különféle vitaminok, hatóanyagok, egyebek. És hát elkezd az emberet vizsgálgatni, nézi az összetételét, és kísértetiesen mondjuk elkezd hasonlítani a borjú tápszerre. Akkor azt mondja az ember, hogy meg kell próbálni a borjú tápszer. Több éve szórakozunk ezzel. Tiszakécskén ott van egy ilyen holland tejpor forgalmazó üzem, akinek a vezetőjük most már emiatt, hogy mélyek, mert először nem tudta, hogy mi a francnak visszük, aztán kiderült mélyek részére, akkor adott belőle, hogy kísérletezzünk, játszadozzunk, és azt lehetett mondani, hogy bevált, és egy a lényeg, egyre kell vigyázni. Borjú tápszerben van főszerben. Van a fiatal borjak részére, meg van az idősebb borjak részére. Mi a különbség? A zsírtartalomban van lényeges különbség, a fehérjetartalom szinte ugyanaz, könnyen föltárható fehérjéről van szó, mind a két esetben. Tehát a 16% zsírtartalom alatti az jó. Ne legyen benne gyógyszer, kegyszer, vegyszer, ez is nagyon fontos, tehát ne legyen benne semmiféle antibiotikum. Na most, hogyha ezt az ember egyrészt virágpor pótlóba szójával összekeveri, mert önmagában érdekes módon ennek az ízét a mélyek nem szeretik. Szójával együtt viszont imádják. Akkor azt a három keret, fias keret aszályos időszakban higgyétek el, meg lehet tenni.
Tehát nem kell hozzá nagy vasszizdat, egy külső virágpor etetőző az ember fölállít, ezt a tejport, ezt a tárcát összekeveri, és nem nagy mennyiségekről van szó. Tehát itt családonként azt lehet mondani, hogy 20-30 dekát lehet összesen beszámolni, nem kell többet számolni, az viszont elegendő, hogy ezen a nehéz időszakon a méheket az ember átsegítse. Az meg nem nagy költség, tehát hogyha azt mondom, akkor gyakorlatilag azon segített. Na most egy a lényeg. És mikroszkopos vizsgálatokkal ezt igazolni lehetett. Ahol a táplálás, vagy úgy, hogy szörpöz még ezt hozzákeverem, csak ott nagyon kell vigyázni, hogy 10-20 deciliternél, illetve 0,1-0,2 liternél többet nem szabad egyszerre odaadni, mert akkor nem a méhek eszik meg magyarul. Tehát a lényeg, hogy a perisztrofikus hátra vastagságát, hogyha az ember elkezdi figyelni mikroszkóp alatt, akkor azt mondja, hogy bizony, ez rengeteget segít, és a méheknek az ellenálló képességét rendbe lehet tenni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs lehetőségünk az a fájos időszak ellen védekezni, igenis van, csak ezt tudni kell. Erre föl kell készülni, ezt be kell szerezni, mert ugye be kell előre szerezni. A másik a serkentés. A serkentés miről szól? Nem arról szól, hogy egy liter szörpöt oda menti naponta, hanem fél liternél többet nem szabad számolni. Az a serkentő, milyen szörpről van szó? 40% cukor, 60% víz. Tehát egy rendkívül híg szörpről. Ez ugye gyorsan is savanyodik, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mondjuk egy gyengék családnak, hogyha az ember ebből többet oda önt, akkor nem biztos, hogy el fogja hordani, hiszen rá savanyodik. Tehát ezeket a többség tudja, a méhészeknek a többsége tudja, és ezzel én nem is akarok foglalkozni. Na, egy a lényeg. Ha ezt így csinálja az ember, akkor a méhek ellenálló képessége aránynak átvészeli ezt a kedvezőtlen időszakot. Egyébként most már volt eső, megjött a virágpor, egész másról van szó, tehát most a méheknek elegendő a cukoretetés, de a nozéma szempont, ez kívül fontos, tehát aki ezt megcsinálja, nem lesz nozémája. Ez nem csak a nyári aszályra igaz, ez az átterelés utáni kezdeti időszakra is igaz, vagy akkor is igaz lehet, amikor ősszel hosszan tart a fiasítás, és a méhek utolsó generációja esetleg rosszabb állapotban terel át. Nem is biztos, hogy cél egyébként a hosszan tartó fiasítás fönntartása, mert pont ilyen okok miatt a beterelés meg az egyéb szempontokat ugye tönkreteszi. És akkor egy nagyon rövid összefoglalás a technológiával. Tehát a vírusok ellen még egy trükk van, a zárt téri telelés. Tehát zárt helyi terelés. Zárt helyit azt az én nem szeretem, hogy az embernek ötven az egyetemi időszaka jut eszébe, amikor ilyenekkel strapáltak bennünket. De egy a lényeg, hogy, és ez többször be is igazolódott, én tudom nagyon jól, hogy van egy idős méhész, aki mind a mai napig hálás nekem, mert szólt, hogy december elején valahogy a méhei kezdenek kirajzani, és nézzük meg, hogy mi van, gyorsan fölvittük a mintát az intézetbe, megállapították, hogy egyrészt atka is van, másrészt vírus is van. Megbeszéltük a méhésszel, hogy tavaszra nem marad méhecskéje, ha csak nem, meg tudja oldani, hogy beviszi kamrába. Mert akkor jött abba az évben az a mínusz 22 fok, nem tudom hány napig, biztos, hogy nem maradt volna neki méhecskéje. A lényeg az, hogy december elején még a méhek úgy mozgathatók voltak, egy kamrába szépen ott behordták a méheket, és a méhek átszereltek, amit bevitt. Amit nem vitt ki be, mert nem tudta az összeset behordani, ez mind kinek. Tehát ez minden pusztult. És hogyha megnézzük, hogy miért van az, hogy egy vírusfertőzött állomány nem szerel át odakint. Meg miért van az, hogy egy vírusfertőzött állomány átszerel a zárt helyen. Mi a kettő között a különbség? Csökken az ellenálló képessége és a különbségre nem befolyásolja, tehát jobban védi a terelőfűt az egész átterelést. Ugye a zsírpánályok nem alakul ki úgy, és akkor jobban állítanak. Kritikus napokat át tudják élni. Pontosan, tehát ilyen egyszerű dologról van szó. Tehát én azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogyha megállapított, hogy a méhei nem jó állapotba kerültek. Valószínű atka is van, vírus is van. Akkor ne sokat gondolkozzon, gyorsan, zárt telelőről kell gondoskodni. Egy a lényeg, hogyha ezt az ember megteszi, az állomány megmenthető.
Az önében legalábbis megmenthető. Nem azt mondom, hogy nem lesz közt elpusztult család, mert lesz. De az önben megmenthető. És hogyha megmentettem, utána már tudom, mit kell csinálni, és tavasszal úgy tudok indítani. Na most az idei évben ez hangsúlyozottan igaz lesz. Tehát a zárt helyi teleltetés hangsúlyozottan szamárkórót ismeri mindenki. Igen. Én évtizedek óta nagyanyám jut eszembe, mert a nagyanyám nagyon okos asszony volt, és ugye mindig volt egy szőlő területünk, és akkor nővérem meg a én kiskocsiba ott, ő meg kitolt bennünket, 5-6 kilométert mennyalok ki. Eszméletlen asszony volt. És a lényeg az, hogy hát közben mit csinál a nagymama, persze mondta ezt is, azt is, amazt is, és megragad bennünk, hogy, de nővérem is emlékszik még rá, hogy a nagymama azt mondta, hogy az idén a szamárkórónak sok termése van, biztos, hogy hideg tél lesz. Vagy másik évben, alig van szamárkórónak termése, enyhe tél lesz. Igaz. Akkor most hideg tél lesz. Na most a szamárkórónak annyi termése van az idén, ami ritkaság, tehát az idén hideg télre lehet számítani. Ez nem azt jelenti, hogy nyakig fog érni a hó, hanem azt jelenti, hogy bizony az imából kijut a részünk, de rendesen. Hát az kell még ránk a hideg. Na most, hát igen, csak annak van azért fokozata. Egyrészt jó lenne, másrészt. Mert bizony, ha összeomlás előtti családok vannak, a mínusz 20 fokos hideget, hogyha én néhány meg összerakom egymás után, akkor az állomány nagy része elmehet. Tehát a szamárkóró miatt, ami persze lehet, hogy egy kicsit ilyen sarlatánságnak tűnik, de én szerintem nem az. Azt lehet mondani, hogy az idén az zárt téri teleltetésnek mindenképpen megvan a haszna. Mikor kell levinni a méheket a térire? Sosem szabad túl korán, ez azt mondom, december legelején. Meddig vannak bent? Amíg a kecskefű el nem kezd virágport adni. És nem korábban hozom ki. Tehát még egyszer a zárt téri teleltetésnek mi a lényege? Az, hogy a mély család egy aránylag nyugodt 10-12 fokos hőmérsékleten van, teljes sötétség mellett. Fiasítás nem jellemző ebben az időszakban, hogy legyen, ha bár a hőmérséklet lehetőséget adna rá, de hogyha valaki rendesen besötétít a mélyeknek, nem lesz fiasítás. Így van, tehát terültetni kell. Nem baj, ha kereszthúzat van ebben a pincében, nyilván megfelelő kürtőkkel ellátva, hogy a világosság ne menjen be. Egy a lényeg, hogy meddig vannak bent, ugye december elején levittem, és mindig akkor kell fölhozni, amikor már odakint kánoán kezd lenni a mélyek részére. Tehát nincs értelme fölhozni az ő tisztuló kirepülés legyen, teljesen fölösleges ezeknek a mélyeknek nincs szükségük. Mind más a fogyasztások és pontosan. Tehát nincs fogyasztás, nincs ürvésgólyag megtelve. Emiatt nem kell sietni a kihozatlanul. Akkor kell kihozni, amikor azon az adott környéken a mogyorót fedjük le, mert azt felejtsük el, azt több kárt csinál, mint hasznot. Tehát a mogyoró kivételével mondjuk elkezd vagy a mandula, vagy a fűzféle virágport megszállt adni, előbb nem szabad ezt kihozni. Ha ezt így csinálja az ember, akkor azt fogja látni, hogy levittem a gyönge kis családokat a pincébe, kint tereltek az erős családok, és a gyönge kis családok leelűzik a kint terelt erős családokat, mert más feltételeket biztosítottam számára. Tehát ez is a technológiának része, és hogyha az, hogy kérdezően nem csak Európában, hanem Amerikában is ez kezd terjedni, hiszen ez nem más, mint egy intenzívebb állattartás, azt mondom, hogy az állatnak a feltételrendszereket, ami számára kedvező, biztosítom. Meg tudom tenni? Meg tudom tenni, mert van pincén vagy van kamrán. Ha üresen áll a pince vagy a kamra és a méhek kint terelnek, akkor megint azt mondom, hogy nem tudtam kihasználni azt a termelési eszközt, ami rám van bízva, hiszen a lehetőségem meg lesz marad. A fogyasztások nagyon érdekesek, néhány kilót fogyaszt ilyenkor a méhecske egész tél alatt, és nem az a lényeg, hogy mennyi mézet fogyasztott el, hanem milyen biológiai érettségben terelt át. Nem fáradt el, a terelés nem dötörte meg, nem penészettek le a szélső keretek, mondjuk ha rossz a pince, meg az egész le tud penészedni, tehát erre nagyon kell vigyázni, és a többi. Tehát ez is a többi. Mikor hozzuk én? Március 8-a, 10-e általában ez az időpont, van amikor március 1-e, de nem jellemző. Amikor a virágok megjelentek. Megjelentek a virágok, mi lesz az első dolga a méhecskének? Kitisztult, megy a virágra, virágport kapott. Peritrofikus hátterre el fog vépülni? Nem szépen.
Ez az egész technológiának a lényege. Tehát erről van szó, hogy ezért telelhetünk, nem azért, mert azt a 2 kilométert sajnáljuk a méhektől. Nem sajnáljuk tőle, egy enné meg. Csak az a baj, hogy a fene is megeszi odakint, nem csak a méh fogy el. Aztán a következő, ami szintén a fontos technológia, és erre azért térek rá, mert a vírusfertőzés megszakítása szempontjából lényeges, hogy időnként a méhek a fiasítástól megszabaduljanak. Évek óta csináljuk azt a trükköt, hogy akácra következőként vándorolunk, és ez akácmész szervezés szempontjából sem mellékes. Hát amikor meg tudjuk csinálni az idén, ugye elég sok problémák volt, meg derekam is lerobbant, emiatt csak az állomány egy részénél tudtuk megcsinálni. Ugye általában akár 4 fiók, vagy néha már 5-ön is vannak a méhek, attól függ, melyik milyen erős. Agyalásot mi mindig használunk, akártól legalábbis. Az alsó fiókra már korábban berendeztük a méhcsaládot, tehát az első akár előtt egy héttel berendezzük a méhcsaládot. Ez azt jelenti, hogy kap fias keretet, mondjuk 3-at, ezen kívül, ezek nyitott fiasak, ezen kívül kap műlépet, hogy a fiasítása a lehető legjobban álljon le. De azért nem áll le, ezt a fiókot általában a második akát vándorlása előtt megtöltik a méhek, és szépen be is fiasítják. Nyilván földre rendeztük már korábban a fias kereteket. Ezt a kis piramis formát szoktuk ugye előnybe részesíteni, akkor itt nem is jó helyen rajzoltam. És akkor szépen így megtöltik a... Tehát az első akácon végig vagyunk, most jön a lényeg. Vándorlás napján, fiammal a következőt csináljuk, mivel rakodóról van szó, nagyon egyszerű dolgunk van, én fogom hátul a kaptárat, ő meg elől, mert ő jobban bírja a szúrást, mint én, és persze időnként cserélünk, de ez így alakult ki, nem tudom miért, de tényleg így van. Aztán vagy kímélni akarja az apját, nem tudom, az is lehet. Na, az is lehet, igen. Egy a lényeg, hogy ezt megfogjuk, ezt az egységet, és ide előre tesszük, közvetlen egy métert megyünk előre. Én tudom még, mert nekem kell átlépni a kaptárat egyébként, azért vagyok én hátul. Na, tehát ide lerakjuk ezt a 3 fiókon lévő, nyilván előtte ide tettünk egy aljaszkát. Mi történt? Az öreg anya, az meg marad itt, ahol volt. Ez milyen szempontból is jó? Könnyed így kötni, mert már alá tettük ez az aljaszka alá a kötő, és nem 4 fiókon vándorolunk, hanem csak 3-on. Persze lehet, hogy ezt már össze ki is pörgötölték, mert attól függ, hogy milyen volt az akár. Na, lényeg, hogy 3 fiókon erre visszük. És ennek van fönt itt egy etetője, az a szabvány etető, tudjátok, hogy ugye 4 fiókra, vagy 4 lekeszre van osztva az a stabil típusú kaptár etető, aminek itt fölül van egy kis 2 centis följárója, amin a bölcsőpont meg tud ülni, és az ember oda tudja tenni a kerül bölcsőt. Ez a vándorlás napján úgy, ahogy van, elkészül. Mi a lényeg? Hordásban bántják a kerülbölcsőt, amelyek nem bántják, tehát nyugodtan oda lehet tenni. Az öreg anya marad ott, ahol volt, fias kereteivel együtt. Ide még, mert ugye ezt az utolsó órákban csináljuk, még világosan, visszarepülnek a kiáró méheknek az öme. Ez a rész gyakorlatilag tartalmaz pont annyi méhecskét, hogy ez a család életben maradt, tehát nem kell attól tartani, hogy ilyen, annak vagy valami. Ez marad itt, ezzel egyelőre nem foglalkozunk. Ez a másik rész azonban, mivel korábban mikor rendeztük, akár előtt egy héttel rendeztük a... Tehát itt már csak kezdett fiasítás van, pillanatok alatt ezek kikelnek, hogy már nagyért ki is keltek. Elmegyünk a második akácra, ugye másnapra vagy még aznap a vándorlás alatt kikel a bölcsőből az anya. Leraktuk a méheket, higgyük el, 12. napra 80%-a betézni fog. Fiatal anya lett ezeknél az egységeknél. De közben volt... Fiatal lett a fejéket is. De közben volt egy majdnem kéthetes fiasításmentes állapot. Méztermelés időszakról van szó? Méztermelés időszakról. Méztermelésnek mi a lényege? A sejteket előtte a méhek patyolat tisztára kitakarítják.
A vírus gyakorlatilag elenyésző mennyiségben lesz ott a családba. Nem beszélve, hogy méznek önmagának is van ilyen fertőtlenítő hatása, hiszen a sejtek ezzel megtelnek. Egy a lényeg, hogy a vírus meg az atka szempontjából ez egy legjobb dolog, és a méztermelés szempontjából sem elégséges. Na most, mi lesz ezzel a másik egységgel? Ez a másik egység kérem szépen marad ott, ahol volt. Megkapja a következő fiókját. Nem azért, hogy ezt megtöltse mézzel, mert az nagy képűség lenne, hanem azért, hogy ne szoruljon meg az anyát. Az anyács marad. Érdekes módon marad. Megmondom, miért marad, mert hogyha nem hagynánk itt fönt, az anya fölmenne itt, és akkor gyakorlatilag két fél fiók lenne itt is, ott is, az egyik felét elhagyná a mézcsalád. Tehát ez marad, ez csak azért van, hogyha netán még ott a olajfűz egyebek miatt aránylag hordás beindulhasson, akkor a mézet el tudják hova tenni, és kész. Ez napraforgóra általában felelősödik újból. Ez a másik egység, meg érdekes módon, fiasítás szempontjából óriási lendületet kap, és a vaddohányos sose szabad sietni, ezt az idei év rendkívüli mértékben igazolta, és hogyha az idei évben valaki túl korán ment a vaddohányra, a méhei eltűntek. És itt megint a technológiának a része, ismerni kell a növényeknek a sajátosságait, tulajdonságait. A vaddohány az egy mérgező növény. Az egy rendkívül erősen mérgező növény. Ezt azért kell tudni, mert a méhekre is az. Tehát ne olyan mérgező növény, amit csak mondjuk az emlősökre, csak a rovarokra, vagy csak a ilyen van, de van olyan is, ami mind a kettőre egyformán mérgező. Én a vaddohány mérgezéssel először még Jászapátén voltam állatorvos, akkor találkoztam, amikor az üszőcsapat olyan területen legelt, ahol a vaddohány akkoriban jelent meg, ugye ez egy jövevény növény volt, és a vaddohányt ők akkor legelték le, amikor a magtokok már ugye kialakultak, de még zöld állapotban voltak, és az üszők először találkoztak ezzel, rendkívül ízlett nekik, szerették, megették. Na egy lényeg, hogy olyan üszőkről volt szó, amelyek nemes üszők, és ezek a nemes üszők közül 8 elpusztult, és többnél pedig ilyen mérgezési tüneteket lehetett látni, ami nagyon érdekes volt, és megdöbbentő volt számunkra, nem is értettük először, hogy miről van szó, ezek a nemes üszők megtögyeltek. Tehát ilyen, ki tudja milyen ösztrogén szerű hatásai voltak, pirosan megtögyeltek ezek az üszők, tehát a tőlük megduzzadt, mintha vemhesek lettek volna, mintha elléste készültek volna, tehát ez volt, ami úgy jobban megmaradt bennem. Tehát azóta tudom, hogyha marhát nézünk mérgezésre, akkor az első tünetek között ezt fog jelentkezni, hogy tűgye megduzzad. Tehát egy olyan méreganyag van a aszklepiász növényben, ami aszklepinnek hívjuk, egy olyan glükozida, ami sejtméregként működik, és bizony a méheket is elpusztítja. És mikor legmagasabb ennek a tartalma? A virágzás kezdetén, bekezdetén, illetve már amikor a magkezdemény kialakult a növényben. Tehát általános szabály legyen, hogyha valaki vaddohányra vándorol, akkor azt mindig úgy szoktuk csinálni, hogy haverok hagyj menjenek el. Amikor a haverokkal beszél az ember, amikor azt mondják, hogy na már van fél kiló, akkor szabad oda menni. Előbb sose. Most ezt azért fontos tudni, na most nem a haverokkal akarok én kiszúrni, csak ugye az ember méhészetben, mint huncut ember egyszer egyik olyan, mint a juhászok. Ott meg van az a mondás, ami szintén jó mondás, csak a méhészekre szerintem ne legyen igaz, hogy juhász a fára, birka a bográsba, vagy valami ilyesmi. De mondjuk a méhészek is huncut emberek, azért mi annyival vagyunk különbek, hogy mi a trükköket elmondjuk, hogy hogyan kellene csinálni. Tehát én is azért a baráti társaságban szertottam, hogy nem szabad a vaddohányra sietni. Akkor szabad menni, amikor a virágzás elkezdődött, és a hordás már valamilyen szinten beindul. Tehát azt is meg lehet csinálni, hogy néhány tett családot odavitt az ember, már a telepőjére, hogy lefoglalta, és ha ők mutatják, hogy na, beindult a hordás a nagy tömeget, akkor szabad odavinni. Tehát a technológiának ez is a része, és hogyha megnéztük, akkor miért van az, hogy ebben az időszakban a vírustól megszabadultunk azért, mert a méheknek ezt a tulajdonságot ismerjük, hogy
A hordási időszakban a sejteket kitisztítják, a fiasítás, ha eltűnt a vírus, nincs, ami fönntartsa, és lehet, hogy egy-két családban ott van a vírus, de tömegesen biztos, hogy nem. A másik, a 90%-a az atkáknak a fedett fiasításban van. Hol van a sok fedett fiasítás? Itt is van fedett fiasítás. Itt nem nagyon van, hiszen ezek frissen fedett fiasításos keretek lesznek, hiszen nyitott fiassal tettük le az anyát. De lesznek itt is atkák. Az atkák kikeltek, a többsége ezeknek a méheknek gyűjtőméhecskedett. Az atkák egy ideig sehol máshogy nem tudnak elhelyezkedni, csak a felnőtt méheken, hiszen nincsen fedés előtti fiasítás. Még egyet hozzá kell tenni. Ezt nagyon fontos tudni, és nem tudni, mi a magyarázata. Mind a mai napig erre nem találtam magyarázatot, sőt, irodalomban se lehetett ilyet elolvasni. Nem tudni miért, nyári időszakban az atkák, ha a fiasításhoz nem jutnak hozzá, 10-13 napnál tovább nem élnek. Pont erre van szükségünk, hiszen itt van a rengeteg kikelt sejtből kikelt atka, felnőtt méheken tartózkodnak, a többsége, kérem szépen, elpusztul. Mire a fedés előtti fiasítás megvesz? Mikor lesz meg a fedés előtti fiasítás? Mit mondtam? 12. napra kell fetézni. Mi következik a 12. nap körülbe? Kérem szépen, fetézni már fogadani, amikor jövök haza, de még fedett fiasítása nem lesz. A vándorlással egyidejűleg egy füstölést szoktunk csinálni. Ami kézenfekvő, hiszen fölrakjuk a méheket, nem tart, egy füstöt betettünk, még a méhek hamarabb is behúzódnak, utána nem fognak kint tőgyelgetni, és gyakorlatilag ezzel a füstcsíkkal együtt lerendeztük a bent maradó atkákat. Nyáron jutna eszébe valakinek füstölni? Egy akát után kell, első akát után kell. De itt nem, vándorláskor, amikor jött haza, és nem sorozatot, egyet adsz neki, gyakorlatilag lerendezted az atkának a rengeteg részét. És ezeket a technológiákat, amit nem én találtam ki, még egyszer mondom, nem én, hanem csak összeszedtem ezeket, a beillesztettem abba a jelenlegi életünkbe, amiben be kell illeszteni, mert ezt a Sőtér is leírta, a Őrös is leírta. A sok akát termelés érdekében ezek a trükkök már korábban is alkalmazottak voltak. Nem az atka miatt. Hát ennyit akartam így összefoglalásként elmondani, és mindig szoktam adni arra lehetőséget, hogy beszélgessünk, kérdezzünk, tapasztalatokat, aki átért, elmondja. Erre fele négy pusztulás, hogy áll, mint áll, mindenféle szempontból ezek érdekesek lehetnek. Hát azt mondom, hogy köszönöm szépen, én a laikusok ámulatával figyelem, hogy ezek a kis lényekre mennyi minden veszély leselkedik, és mi mindenre kell odafigyelni egy méhésznek.